A könyvtár az egész világ tükörképe volt, s a tükörképben megvolt az eredeti minden mélysége, változatossága, váratlansága. Jean-Paul Sartre, 20. századi francia író és filozófus sorai akár a gödöllői városi könyvtárat is illethetnék, hiszen tekintélyes, több mint 60 ezer kötetes gyűjteménye mellett az intézmény színes programjaival is folyamatosan igyekszik látogatói számára a világ sokszínűségét közvetíteni. 2016 áprilisában is több kiemelt rendezvénnyel várja az érdeklődőket. Közeledik a költészet napja, és két programmal is készül a könyvtár. Az egyik szombaton lesz, április 9-én délután 4 órakor itt a könyvtár rendezvénytermébe. Szabó T. Anna költő és Dragomán György író estje, zenés estje, amire megtartva jó szokásunkat a könyvtár olvasói ingyenesen igényelhettek belépőjegyet. Ez lesz a házon belüli program, de április 11-én hétfőn a főtérre egy verses házat tervezünk. Szövetkeztünk a Szent István Egyetem könyvtárával, és közösen állítottuk össze azt a programot, amit ebben a verses házban 10 órától délután 4 óráig kínálunk a gödöllőieknek. Először is nagyon sok verses kötetet vásároltunk, mert szerencsére a könyvkiadásban is ez most sokkal hangsúlyosabb, mint korábban volt. Ezeket a köteteket ott is lehet kölcsönözni, tehát bárki kikölcsönözheti a köteteket. De nagyon sok játékot is ajánlunk. Például a szlogenünk az, hogy fizes verssel. Aki ott helyben az általunk megadott feltételek szerint egy-egy verset ír, és el is mondja, azt egy kávé jeggyel ajándékozzuk meg, amelyet itt a könyvtár kávézójában tud elfogyasztani. De minden korosztálynak kínálunk ott irodalmi játékokat, keressük a legszebb magyar szavakat, amelyet a gödöllőiek tartanak a legszebbnek, és a Szent István Egyetem ezen a napon ingyenesen írja be azokat a gödöllőieket, akik szeretnének tagjai lenni a könyvtárnak. Szervezünk versmondást is, bár ebben nagyon számítunk a gödöllőiek játékos kedvére és spontaneitására. A költészet napját követően az 50 éves városi jubileumhoz kapcsolódóan szintén nagy programok futnak majd a könyvtárban. Az irodalmi kör irodalmi pályázatot hirdetett időkapszula címmel. Ennek a határideje április 23-án fog lejárni, és várjuk azokat az írásokat az amatőrök íróktól elsősorban, akik gödöllő jövőjével kapcsolatban akár futurisztikus jellegű írásokat is elküldenek. Mivel ez évek óta hagyományos program a könyvtárban, neves zsűri fogja értékelni, és majd az ünnepi könyvhéten lesz meg az eredmény hirdetése a gödöllői irodalmi díjnak. A Gödöllő 50 a megújuló értékek városa tematikus évbe illeszkedően Csempefal, valamint 10 kicsi pelikán címmel hirdetett pályázatokat a könyvtár. Arra kérjük a gödöllőjeket, hogy rövid üzeneteket írjonak, arról, amit most értékesnek, fontosnak tartanak, fontos gondolatokat várunk, amit a jövőnek üzennek. Ezeket szintén egy zsűri zsűrizi, majd körülbelül 30 ilyen gondolat egy-egy csempére kerül, amit a könyvtár udvarán, a könyvtár falán helyezünk el, mert hát hol is lenne helye az értékeknek megjelenítésének, hogyha nem itt a könyvtárban. A másik nagy programunk egy városismereti játék, és ez is a Gödöllő 50 éves évfordulójához kötődik. 10 kicsi pelikán a címe. A csoportok jelentkezési határideje már le is járt, és kollégáim értesítése szerint 25 család vagy baráti társaság jelentkezett erre a játékos vetélkedőre, ami 2 hónapon keresztül zajlik. Megismerkedünk azzal, ami 50 éve itt történt,
az üzletekkel, a gasztronómiával, a sport, az irodalom, a művészet, tehát különböző területekkel, amihez játékos, kreatív feladatok társulnak, de hát persze ezt a könyvtár hirdeti, nem fogjuk megtagadni magunkat, lesznek benne könyvtárhoz kapcsolódó feladatok is. A 10 kicsi pelikán vetélkedő végén megszületik egy legenda. Egy gödöllői legenda, amelyik arról szól, hogy hogyan kerültek a pelikánok Gödöllő címerében. A város 50 éves évfordulójának megünneplésében természetesen átfogóan is kardinális szerepet játszik, illetve jelentős segítséget nyújt a városi könyvtár. A könyvtárnak nagyon gazdag aprónyomtatványgyűjteménye van, valamennyi meghívó, plakát, ami ebben az időszakban megszületett, az itt a könyvtárban megtalálható, és ebben nagyon nagy segítséget tudunk nyújtani azoknak, akik az elmúlt 50 év történelmét keresik. De nem csak az apró nyomtatványok, hanem a cikkivágott gyűjtemény is, nagy része már digitálisan feldolgozva található itt a könyvtárban, de akár eredetiben is hozzáférnek. A könyvtár helytörténeti gyűjteményében valamennyi Gödöllőn megjelent és Gödöllőről megjelent irodalmat igyekeztünk összegyűjteni, ezt tematizálva bárki számára hozzáférhető. Tehát magával a gyűjteménnyel is tudjuk szolgálni ezt az 50 éves évfordulót. A fél évszázados városi jubileumhoz kapcsolódó programok, valamint a kiemelt rendezvények mellett az intézmény számos kisebb, ugyanakkor nem kevésbé izgalmas eseménnyel is várja áprilisban a látogatókat. Könyvbemutatót tartunk, a Baltazár Klub, egy gödöllői kulturális kisvállalkozásról van szó, könyvbemutatóját, ez is itt zajlik majd a könyvtárban. A Madarak és Fák napján, április 30-án délelőtt az Óvisoké lesz a könyvtár udvara, mert az Értékvédő Egyesület itt tartja a Madarak és Fák napja rendezvényeit. A vetítések és a belső programok pedig itt fognak a könyvtár rendezvény termében történni. És hogy ehhez megfelelő legyen a hangulat is, előtte nyitjuk meg a Szie botanikus kertjéről szóló fotókiállításunkat.